20 év nagy idő egy ember életében is, és egy intézmény életében is. A Dombóvári Margaréta Református óvoda éppen ennyi ideje óvja, vigyázza, neveli a kisgyermekeket. Az óvoda dolgozói kiváló hivatástudattal rendelkező emberek. Színvonalas műsorral készültek a 2 évtizedes születésnapra. Már arra is van lehetőség, hogy régi reformátusok gyerekei is visszajöhetnek az óvodába. Készülünk, örömmel készülünk, nagyon sok változás történt, azóta nagyon sok dolgozó változott. Hálásak vagyunk az elődeinknek, ezt mindig hangsúlyozzuk, és nélkülük nem lehetnénk itt, ahol most vagyunk. Az egész életünket, a mindennapjainkat átfedi a hitéleti nevelés. Minden reggelünket egy reggeli csendes áhítatos körrel kezdünk, ahol erkölcsi nevelésű, tanítású és bibliai történetekkel ismerkednek a gyermekek, majd minden étkezést a nap folyamán és végét is asztali áldással kezdünk és zárunk. Heti rendszerességgel egy alkalommal a Dombóvári Református Lelkész Sípus előtt Zoltán tartja gyermekeknek a hittan foglalkozást, valamint évente 2-szer templomi szolgálatot adnak csoportonként a gyermekek a templomba, vasárnap istentiszteleten, illetve nagyobb ünnepeket, karácsony, anyák napja, idősek napját is a református templomban ünnepeljük. 125 kisgyermeket tud fogadni az óvoda 5 csoport beosztásban. Somogy, Tolna, Baranya apróságait nevelik itt. Az óvoda úttörő szerepet tölt be, hiszen az első egyházi fenntartású köznevelési intézmény 2003 óta Dombóváron, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. 2019 óta azt gondolom, hogy ez a fejlődés, amelyet ők itt bemutatnak, az példaértékű, hiszen ebben a 4 évben felújították a templomot, az ahhoz kapcsolódó közösségi teret, építettek egy új óvodaszárnyat, és nyilván ez a fejlődés számomra azt gondolom, hogy példaértékű, és mindenkit arra biztatok, és kértem Esperet is, Urat is, fenntartott, hogy ez a lendület ne törjön meg, és hasonlóan sikeres 20 év következzen be a református egyház Dombóvári óvodájának életében, mint ahogy eddig is volt. Nyilván nagyon remélem azt, hogy a jó példa ragadós, hiszen ezen túlmenően a katolikus egyház is úgy döntött, hogy épít Dombóváron egy óvodát, amelynek az alapkőletét erre hamarosan sor is fog kerülni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is járt óvodába. Mai napig emlékszik az óvónénikre is az első napra. Azt mondta, rendkívül fontos az óvodai nevelés, messze menőkig meghatározó egy kisgyermek életében. Az alapvető szocializációs folyamatokat az óvodában tanuljuk meg. Egyre inkább egyébként, mert ahogy a szülők nem tudnak, vagy nincs idejük a gyerekekkel foglalkozni, ezt az óvónénik teszik meg helyettük, és tanítják meg minden alapvető dologra a gyerekeket, hogy iskola érettek legyenek, és utána pedig általános iskolába folytassák tovább a nevelést, illetve a tanulmányaikat. És szerintem nincs olyan ember, aki ne emlékezne vissza a saját gyerekkorára, illetve az óvodás élményekre, sőt, én magam jól emlékszem az első óvodai napra, jól emlékszem, rám esett a mászóka, úgyhogy egy ilyen negatív élménnyel kezdődött, de nem volt olyan nap, amikor nem mentem volna szívesen az óvodába. És még az óvónénikre is emlékszem, Kati nénire, illetve Éva óvónénire is. Én magam részéről nagyon szerettem óviba járni, de szerintem minden gyerek, és az itteni Margaréta református óvoda is ezért van, hogy a gyerekekre odafigyeljenek, neveljék őket, és a gyerekek örömmel járjanak ebbe az óvodába. 20 éve most már református, ez a 49 óta óvodakép működő intézmény, és a tavalyi felújítás után, amit közösen adhattunk át, 2 évvel ezelőtt pedig a református templomnak a felújítása készült el. Tavaly elkészült egyébként az evangélikus templom is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt Dombóváron egy kis protestáns sziget alakult ki, és örülünk annak, hogy az egyházak erősödnek, örülünk annak, hogy nagyon nagy szerepet vállalnak a nevelés-oktatás feladatában is. Gratulálok nekik, és boldog születésnapot kívánok. A faültetést az óvoda udvarán a gyermekek után a polgármester és az államtitkár is megtette. Az óvodai ünnepség után a szemközti református templomban hálaadó istentisztelettel folytatódott az ünneplés, ahol a gyermekek szintén egy kis műsort adtak. Igét hirdetett Balogh Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházközség püspöke, elmondta, hogy minden felekezet gyermekeit szívesen látják az óvodáikba. Meg olyanok, akiknek még nincs kapcsolatuk Istennel, hittel, vallással, mert a kisgyermekkor az a legfogékonyabb kor, olyankor szívjuk magunkba azokat az életerőket, azt az életre valóságot, ami aztán utána segít bennünket felnőtt korban is, és a hit,
a gyermeki hit, így mondja az evangélium, az sokkal értékesebb, mint az okoskodó, kételkedő felnőtt, aki hol ezt hiszi, hol azt hiszi. A gyermekekben megvan még az az ősbizalom, és ez a hitnek a lényege, ami segíti őket abba, hogy az életben megállják a helyüket, ezt kaphatják a hitre, a vallásra épülő óvodákban. Az országban több mint 30 református óvoda van, amely több mint 20 éves, és 98 óvodájuk van több mint 10 000 gyerekkel, tette hozzá püspök. 46 új óvodát építettek, több mint 20-at felújítottak. Igyekeznek megfelelni a szülők és az Úristen bizalmának, hangsúlyozta Balogh Zoltán, református püspök.